Sziasztok fiúk, lányok! Ez itt első látásra, vagy inkább találásra a Hidden Through Time. Kicsit rendhagyó lesz ez a videó, ugye a szokásoshoz képest, ugyanis én arra gondoltam, hogy ténylegesen játsszuk közösen ezt a játékot, így a képernyőn keresztül, mert ugyanis ez egy Hidden Object Game. Magyarán szólva arról van itt szó, hogy lesznek majd helyek, helyszínek, képek, ha úgy tetszik, és nekünk meg kell találnunk adott dolgokat a képen, ami ugye tele lesz rakva mindenféle figurával, dologgal, és ezek közül kell nekünk kiszúrni, beazonosítani a keresett tárgyat vagy tárgyakat. Gyakorlatilag egy ilyen gyerek böngésző könyvnek a virtuális megfelelője, amik egyébként szerintem kicsiknek és nagyoknak egyaránt szórakoztató, és ezáltal a játék szerintem egy tök jó apropó arra, hogy mondjuk akár a legkisebb csemeténkkel együtt játszhassuk, tehát ez egy tipikusan olyan játék, amit szerintem nagyjából attól a kortól kezdve, hogy a gyerek nem eszi meg az egeret és a billentyűzetet, hogyha magad elé veszed a gép elé, akkor már valamilyen szinte játszható. Közösen a gyerekkel, ezt nem győzöm hangsúlyozni, közösen. Tehát nem oda teszed elé a gyereket, aztán játsszál jó napot, hanem közösen. Na, úgyhogy most azt fogjuk csinálni, hogy én elkezdem játszani a játékot, mert nagyjából most az első egy percben mindent elmondtam róla, amit tudni érdemes. Ja, és van pályaszerkesztő is hozzá, tehát mi magunk is készíthetünk magunknak pályákat, tehát tök jó. Kreativitás for president. De hogy most elkezdem játszani a játékot az első pályától, és... kicsit mindig várni fogok, igen, itt alul látható, hogy miket kell megtalálni a képen, és egyre bonyolultabb, egyre komplexebb, egyre összetettebb lesz. Tehát, hogy én elkezdem keresni, kicsit várni fogok, ha megtaláltam, és ti pedig próbáljátok meg megtalálni velem párhuzamosan, vagy előttem, vagy esetleg, hogyha én előbb megtalálnám, akkor állítsátok meg a videót, és keresétek még tovább. Oké? És akkor megcsinálunk így pár pályát, és akkor közösen játszunk. Na, akkor az első pálya az őskorban játszódik, dínókkal, meg minden, mondom, tehát ez egy gyerek, abszolút ilyen gyerek képeskönyv, kézikönyv böngésző, ez a Find Waldo, vagy Találd meg Willit típusú játékokat bővíti egyébként, de szerintem tök ötletes, és így nagyjából kortól függetlenül, tehát én is így 34 évesen így el vagyok vele, meg majd magam elé veszem a gyerkőcöt, és akkor majd így egy-ketten együtt böngészünk, tehát tök jó, és... tök emberi áron is van emellé. Tehát valami 7-8 euró, tehát egy ilyen normálisabb ilyen böngésző könyv az abszolút ebbe az árkategóriában van, vagy még talán drágább is, by the way. Na jó, akkor az első dolog csirkecomb. Én már meg is találtam a csirkecombot. Itt vanni. Kell nekünk egy nyílvessző, és még ilyen tippeket is ad. Angolul. Na, látom a nyílvesszőt is. Ti már látjátok? Akkor jó. Ja, és bele lehet kattintani így a házakba, és akkor ott a tojás a házban egyből. Oké, megtaláltunk mindent, amit kellett, jött a következő pálya. Na, itt már nagyobb az erdő. Kell nekünk egy ilyen kis nyílhegy, egy egér, egy szerintem kis balta, meg egy nyílvessző még valahol. Na, hát akkor keresgéljünk, megnyitom az összes ilyen házat belülről, mert hát ha ott bújik valami. Kicsit rá is közelítek. Hopp, egy az egeret én már meg is találtam. Mondom, állítsátok le a videót nyugodtan, és akkor ti is keresgéljétek magatoknak, ha van kedvetek. Jó, az egeret akkor én most lekattintom. Kis balta. Jó, már én látom a nyílhegyet is. Itt bújik az erdőben. Illetve a balta. Hol lehet a balta? Lehet valakinek a kezében van? Nem. Kicsit kijebb zoomolok, lehet, hogy kint van valahol a balta, az erdő szélén. A nyilat? Nem, ez át van szúrva a koponyával. Ott van, megvan a nyíl. Legalábbis azt hiszem, hogy megvan. Ti látjátok már? Annyit segítek, hogy a szélén van. Senki többet harmadszor, jó? Akkor itt van a fa tetején. Mondhatnám is, hogy most spoilerezem a játékot kőkeményen. És akkor a kis balta. Kicsit ráközelítek. Jó, én nekem már megvan a kis balta. Kicsit várok. Hát, ha ti is kiszúrjátok, vagy most állítsátok meg a videót, mert én lekattintom.
De jött a következő pálya. Hó, itt már kész tömeg van, és jó sok tárgyat kell megtalálni. Na jó, akkor nézzük először a farkast, a barna farkast, hogy hol bújik. Ó, és még dínók is vannak. Tök jó, és így mindennek van valami kis hangja, tehát így ez a tényleg ilyen kattintós. Na, bekattintunk minden házikóba. Így bekukkolunk. Uha. Na hát itt találd meg. Meg itt van egy ilyen ősember. Ó, és van jó pár. Itt pogóznak középen. Ja, de olyan kell, aminek a kezében kés van. Ráadásul mind a két kezében. Jó, én már látom az ősembert. Le is kattintom. Na, farkas. Hát valószínűleg a farkas az nem a házakban lesz, meg a házak között, hanem valahol itt az erdőben. Jaj, meg is vagy. Na, kell nekünk megint egy nyílhegy. Na, keressük a nyílhegyet. Hopp, én már meg is láttam. Na, kell nekünk egy csiga. Te jó ég, egy csigát megtalálni ezen a térképen, az nem kis feladat. Na, én azt hiszem megtaláltam a csigát. Hát jól elbújtatták. Na, akkor kell nekünk egy gyík. Hát egy gyík az talán az erdőben lesz valahol. Itt szép lassan megyek, hogyha esetleg ti is így nézitek, akkor kiszúrhatjátok. Hopp, meg is találtam. Ja, hogy ez nem az a gyík. Oké, okay, én kérek elnézést, akkor megyünk tovább, keresgélünk. Hopp, az egyik házban viszont ott az egyik tárgy, a kőmadár. Megtaláltam. Ott van. Na, akkor egy gyíkocskát kéne megtalálni. Lehet, hogy úgy kéne csinálni, hogy fókuszáljunk mindig egy dologra, és addig járom körbe a pályát, amíg meg nem találjuk azt az egy dolgot. És nézve, ilyen sunyi módon odarakja a gyíkot a bokor megé, mint hogyha tényleg az lenne a cél, hogy azt találd meg. Holott nem is. Na, hát ezt a gyíkot jól elbújtatták. Ami azt illeti. Na, nézzük. Lehet, hogy egyébként tipikusan az az eset, hogy odarakják az ember orra elé, és csak ott nem veszi észre. Közben koponya, egy banán, meg a törzsfőnök, aki itt van. Na, mit ír a gyíkhoz tippet? Nagyon jól vegyül a bokrok közé. Na, hát akkor valószínűleg itt lesz valahol az erdőben. Ez tuti. És hát... Az a baj, hogy többfajta gyík is van. Itt is van egy a bokrok között. Tehát ilyen nagyon-nagyon ügyes. Á, megvan, megtaláltam, nézd már. Ott van. Na, ki az, aki előbb találta meg? Írja le kommentek közé. Igen, ez már csak úgy lenne mókásabb, ha ilyen időmérő is lenne benne, hogy mennyi idő alatt teljesíted. És mondom, tehát van egy ilyen pályakészítő is, tehát mindenki megcsinálja a saját kis játékát. Á, itt a koponya! És akkor kitakarja ez a tag, akinek a fején szintén van egy koponya. Jó, akkor már csak a banánt keressük. Na, hát szerintem itt a gyümölcsösbe simán lehet a banán amúgy. Vagy nem, mert valaki bevitte magával a házba. Itt is gyümölcsöket raktároznak. Itt se látok banánt. Igen, azért nagyjából így jól össze van rakva, hogy így az azonos színű formájú tárgyak úgy egy kazalban legyenek, meg hát ugye a rendeltetésüknek megfelelő helyen is. Na, hol lehet a banán? Lehet, hogy kizúmolok egy picit, hogy az összképet lássuk. Könyörgöm neked, nagy óriás. Ne taposs össze. Akkor nagy óriás. Ez valószínűleg akkor ott lesz valahol a dínók körül. Legalábbis, hogyha a tipp az helyes. Hát ne taposs össze, jó? Hát... De az a baj, hogy itt más nagy dolog nincsen. Na, hova rejtették a banánt?
Á, megvan! Oda be! Jó, és már csak a törzsfőnök hiányzik, na jó, őt könnyű lesz viszonylag kiszúrni, mert így egészen egyed ilyen néz ki. Már csak be kell azonosítani itt a sok egyforma tag közül. Jaj, ráadásul ő a sátrában bújik! Kész! Na, hát én úgy számoltam, hogy ilyen 5 percet időztünk itt. Na, és itt van a kőkiállítás, itt is jó sok mindent kell megtalálni. Menjünk akkor így balról jobbra, és itt már járnak körbe az elefántok, a mamutok. Viszik a követ körbe-körbe karikába, és vagy meg is pakolják? Ezt nézzük már meg, kap-e követ valahol itt. Na, addig nézzük, hogy mi kell. Kell egy ilyen hippi. There is a traitor among us, tehát van egy áruló köztünk. Egy ilyen kopasz, szakállas ember egy főkötővel, vagy inkább ágyékkötővel. Na jó, hát ő valószínűleg valahol így a szélén lesz, ott fog bujkálni. És ő mitől áruló? Rátment a dinókhoz vajon? Vagy ide az ősi rinocéroszok földjére? Na nézzük. Hol lehet? Hol bujkálhat az áruló? Kicsit ráközelítek, és megpróbáljuk így végig pásztázni a terepet. Közben egyébként, ha láttok más tárgyakat, én most csak és kizárólag az első kis emberkére összpontosítok. Az egyszerűség kedvéért. Mindenki tök egyformán néz ki, pedig ő kopasz is, és nincsen rajta semmi más, csak egy kis gatya. Nem találom. Vannak itt házak, ahol... Nem, de a köveket összetörhetjük. Jaj. Várjunk csak? Ezek itt a kövek mögött is bujkálnak? Vagy itt? Tömegben? Itt is túl sok a kopasz. Á, megvan! Megvan! Megtaláltam! Ja, ő ki is... Tűnik a tömegből, hát mindenkinek van haja és szakálla. Jó, oké. Ez úgy néz ki, mint egy kő. Egy ilyen gyümölcsszerű dolog. Lehet, hogy ez így a kövek között lesz valahol. Ez a gyümölcs. De nagyon jó pofa, hogy így mindennek van egy ilyen kis hangja. Na, megpróbálom gyorsan ezt is előkeríteni. Igen, és ez is mutatja, hogy ez a játék kicsiknek és nagyoknak egyaránt szórakoztató. Jó, hát úgy a legjobb, hogyha van melletted egy kisgyerek, akivel együtt játszod, de hogy így felnőtteknek sem evidens, hogy így hol van az adott dolog. Meg aztán meg lehet csinálni, hogy a felnőtt szülő nagyobb testvér így összerakja a pályát, tehát kreatívkodik kicsit. És utána a kis tesó meg megkeresi rajta, megnézi. Tehát, hogy így két legyet ütünk egy csapásra. Kreatív dolog is megvan, és utána meg lehet keresgélni. És a közösen eltöltött időről ne is beszéljünk. Na, megtaláltam. Jó, most jöhet a dinó. Na, ezért egy dinót itt kiszúrni nem túl nehéz. Valószínűleg itt lesz valahol délen a többi állat között. De legalábbis úgy hinném, hogy itt kéne legyen. Hova rejtettek itt egy dinót? Ja tényleg, ezekbe el is felejtettem belekattintani a kis viskókba. Egyik viskóba beteszik. Ó, én már látom is a dinoszauruszt. Jól elbújt. Ti már látjátok? Akkor... De mellett meg is találtátok, ugye, mert én itt pásztázom körbe-körbe az egészet, és közben, ha tudtok, akkor megtaláltok mást is, amit én épp aktuálisan nem keresek, de én most így szisztematikusan megyek előre. Na, kell ez a kőpanda, vagy koala, de ez most így hirtelen, így a szemem elé került, úgyhogy haladjunk. Jaj, még egy banán. Több kaja kellene, mint banán. Vagy mint csak banán. Na, kinek kellene több kaja? Várjunk csak, itt etetik őket, akkor ott van az etető tálban, oké. Inkább szeretek otthon edzeni. Na, akkor valakinek a házában lesz talán ez a teke golyó. Aha, ott is van.
Ja, és itt ráadásul van olyan, aminek van egy ilyen barna csík a fején, és van olyan, aminek fehér, és van olyan, aminek csak egy vonal van, tehát itt is többfajta bábú létezik. Jó, kell most nekünk egy ilyen tag, akinek így a fejéből egy ilyen csirkepap pörkölt lók ki csontokkal, és ilyen barnás rucia van neki. De világos. Jó, hát hol van a csirkepörkölt fejű? Itt? Talán ő az? Igen, ő az. Na, ez viszonylag könnyű volt. Kell akkor egy dínó kőszobor. Mindenki szépen kifaragja a magáét. Lehet, hogy nekünk kell kifaragni a szobrot? Gyerünk, művészet. És ezt így kellett? Na, ez viszont nagyon galád. Ez nagyon galád. Tehát így nem mondta... Elmondja? Aha. Angolul írja, de azt írja, hogy ha ez a kő ki van faragva, akkor megtaláljuk. Jó, akkor erre pont ráhibáztam, mert különben napestig keresettem volna. A tojás nem esett messze a fától. Na, hát itt van pár fa. Akkor ez itt... Ez nem tojás. Bár úgy nézett ki, de nem tojás. Akkor valami fészket kellene keresni? Ahol tojások vannak. Vagy talán dínó tojások ezek? Na, ki látja a tojást? Csak nyugodtan. Próbálom viszonylag lassan húzni a képernyőt, mert akkor azt ti is jobban tudjátok követni, meg nem utolsó sorban én is. És közben az utolsó egy bogár. Tehát majd őt is keressük. Nem esik messze a fától. Jó, csak közben melyik fáról beszélünk, mert kb. Kismillió tucat fa van. Na, ha valaki megtalálta, akkor az már leírhatja a kommentek közé. Milyen lassú vagyok. Meg nem látod, hát kiszúrja a szemed. Tipikus reakció, amikor a kommentelő nem képes feldolgozni azt, hogy esetleg a videó az, a videót készítő ember az nem feltétlenül tudja leállítani, meg úgy végig gondolni, mint ahogy azt ő teszi mondjuk így hátradőlve egy ilyen harmadik személy perspektívájából. Nem. Valahol itt, várjunk csak, itt tojások vannak. Aha, ez, és ott, jaj, de rossz, nézzétek meg, itt ez a csontok mellé volt rakva, mintha ez is a csont darabka lenne. Jó, és akkor már csak a bogár van hátra, és ott a bogár, egyből. Na, fiúk, lányok, ez volt a Hidden Fruit Time. Szerintem, ó, és itt már egészen nagy dinók is vannak, egy T-rex, meg egy Spinosaurus, ott párbajoznak. Már dinókat is kell keresni, szép számmal, ott meg is van az egyik, ahogy nézem. Úgyhogy ez a Hidden Fruit Time szerintem egy tök ötletes kis játék. Nyugodt szívvel tudom ajánlani azoknak, akiknek így úgy érzik, hogy releváns számukra, szerintem ezt így kéne mondani, hogy releváns. Vagy azért, mert van kisebb testvér, vagy azért, mert van gyerkőc, vagy azért, mert ők is szívesen játszanak ilyenfajta játékokkal. Köszönöm szépen a figyelmet, mindenkinek jó keresgélést kívánok ehhez a fantasztikus kis aranyos játékhoz, meg persze a pályaszerkesztőjéhez is. Sziasztok!